Önkormányzati lakások sorakoznak itt Kertvárosnak ezen a részén. Tóth Cserné is itt él. Azt mondja, van olyan szomszédja, aki nem akarja betartani az együttérés szabályait. Hangoskodnak, buliznak, zavarják mások nyugalmát. 3 évig törtük, 3 év után elmentünk az önkormányzathoz, kihívtuk a rendőrséget, és akkor egy darabig csönd volt. Aztán most nem azt mondom, hogy mindennapos, de heti egyszer azért előfordul, hogy át kell szólni, hogy halkabban. Nem csak a zaj, hanem a felhalmozott számlák is jellemzőek itt sok családnál. Tóth Cserné azt mondja, minden lépcsőházban tud olyanokról, akiknek hátraléka van. Van, aki sajnos nem tud fizetni. Van, aki meg nem fizet, mert úgy gondolja, hogy megteheti, hogy nem fizet. Éppen azokból lett elege az önkormányzatnak, akik nem akarnak fizetni már évek óta. Ők több milliós tartozást halmoztak fel. Ráadásul az életvitelük is olyan, ami zavarja a lakókörnyezetüket. A Népjóléti Bizottság elnöke azt mondja, 12 ilyen családot lakoltatnak ki az önkormányzati lakásokból novemberig. Előfordul olyan is, akinek 5 millió feletti a tartozása, de általában átlagos azt lehet mondani, hogy ezekben az esetekben ilyen milliós nagyságrendű, tehát milliót jelentősen meghaladó, tehát 1-2-3 millió forintos tartozásokról beszélünk. Boreszter azt mondja, ezek azok az esetek, ahol már csak a kilakoltatás lehet a megoldás. Ők már 5-10 éve nem akarnak fizetni egy számlát sem. Azok, akik együttműködnek és fizetni akarnak, akár egyedi megállapodást is köthetnek az önkormányzattal. A kilakoltatásra kerülők azonban erre nem voltak hajlandóak.